Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma is fogunk tanulni sok érdekességet. Mai téma az a ugye haszi történetek. Általában olyan történeteket válogattam, ami a heti szakaszhoz kapcsolódik. A heti szakaszban van egy olyan mondat, két mondat. Az egyik mondat az híres a Smá, a Halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy, és utána pedig van áftatás ember a kert, a szerest, az örökkévaló Istened, az egyik fejezet, és korábban van olyan kifejezés, vei a data, hajom, ki a sem, hú, aki is tudjál ma, hogy az örökkévaló az Isten. És tudjál. Erre van egy nagyon szép történet, hogy a Berdicső Vireb Lévi Yitzhak, mikor először utazott a Niklasburgi Rab Shmelka, az egy nagyon híres haszid mester volt, és amikor visszajött, megkérdezi tőle az apósa, aki nem volt haszid, mit tanultál ott Niklasburgban? Erre azt válaszolt Lévi Yitzhak, én tanultam, hogy van Isten a világban. A világban van Isten. Erre azt mondja neki az apósa, ezt tanultál Niklasburgban? A takarítónő is tudja. Oda szólítja, azt mond, van Isten a világban? Természetesen. Erre azt mondja Lévi Yitzhak, ő mondja, hogy van, és én tudom, hogy van. Ami azt mondja, nem elég tudni, nem elég mondani, hogy van Isten, hanem kell, hogy legyen ez egy belső meggyőződés. A 10 parancsolat is benne van a heti szakaszban, és ezért ugye különböző témák vannak ott, az egyik ugye az a szombatról szól. És van egy nagyon szép történet, hogy egyszer jön egy zsidó az Alexander Rebbehez. Alexander az Lengyelországban van, és nagyon-nagyon sok haszidja volt. Azt satszolnak, hogy a háború előtt több mint 100 000 haszid volt Alexander Rebének Lengyelországban. Két nagy haszid csoport volt Lengyelországban, pontosabban a két legnagyobb, az a Guri haszidok és Alexander. A Gur az Varsó mellett, Alexander az Lodz mellett. És eljön valaki a Alexander Rebbehez, és azt mondja a Rebbének, hát nekem van egy boltam, jó helyem van, jó áru, de nincs parnósza, nincs elég bevétel, nem tudok belőle megélni. A Rebbe valahogy érezte, hogy ő nyitva tartja a boltot szombaton. Erre azt mondja a Rebbe neki, figyelj, bevennél engem társnak a boltodban? Ha igen, akkor megígérem neked, az Isten áldása rajta lesz. Azt mondta, természetesen adott egy papírt, innentől kezdve Alexander Rebbe az 15%-os társ a boltban. Adott a Rebbének, azt mondja Rebbe, ha én társ vagyok, én a szombati bevételt szeretném magamnak kérni, úgy, hogy a bolt zárva legyen, és akkor én lemondok akar az én részemről. Hát, egy üzlet, ez egy üzlet, az illető betartotta a szavát, és tényleg, ahogy bezárta szombaton a boltot, a hét többi napján nagyon-nagyon szépen keresett. Ugye ez kapcsolódik azzal, amit a Talmud mond, hogy a szombati bevételnek soha nincs, abban nincs áldás. Lehet, hogy bejön pénzt, akkor vannak mindenféle plusz kiadások,
a szombati bevételnek abban nincs áldás, mert szombat szegésből van, akkor Isten áldása nincs rajta, és ezért a Rebbe érezted abban a percben, hogy bezár szombaton, akkor nagy áldás lesz a bótban. Lengyelországban volt egy Lengyelországban volt egy Rebbe, az Asztrovci Rebbe. Az Asztrovci Rebbe ez egy nagyon-nagyon különleges haszid mester volt. Hihetetlen éles esző zseni volt. Nekem van, hát majdnem lehet látni mögöttem, csak egy kicsit följebb. Van nekem Alexander, a Asztrovci Rebbe-nek az írásai nagyon-nagyon különlegesen mély is, és sok témát kapcsol össze. Ezen kívül ő hihetetlen volt amikor imádkozott, és mindenben. Valahol az élet, mondjuk félúton, nem mondom az élete vége, de azt hiszem az utolsó 20 év, vagy 30 éve kezdett bőjteni. Bőjtelt folyamatosan bőjtelt, így 30 éven keresztül napközben bőjtelt, este evett valamit. És az árajelben mondom, van az Elie Wiesel neked könyve, ilyen különböző haszid mesterekről, és nem csak elmondja a történeteket, hanem kicsit elemzi őket. És amikor eljön az Asztrovci Rebbehez, elmondja, hogy ugye sok minden róla, és aztán kitér arra, hogy bőtelt. És az is, hogy megkérdeztek a Rebbét, hogy miért bőtel olyan sokat, azt mondja, valami miatt, és nem mondta el. És erre Elie Wiesel úgy fejezi be, ki talán tudta, vagy érezte, hogy jön egy holokauszt, és ezt próbálta, ezen próbált javítani. Csak sajnos nem sikerült. Mindenképpen a történet úgy szól, hogy egy idő után kezdett böjtölni még Sábeszkor is. Ez hihetetlen dolog, Sábeszkor böjtölni. No, egyszer volt egy zsidó, akiről kiderült, hogy szombat szegő, és a Rebbe szólította magához, és azt mondja neki, figyelj, hallom, hogy szombat szegő vagy, ez így nincs rendben. Erre azt mondja az illető a Rebbének, a Rebbe is szombat szegő, mert aki bőtöl szombaton és nem tart szombati étkezések, az is olyan, mint szombat szegő, akkor mindketten szombat szegők vagyunk. Erre azt mondja a Rebbe, igaz. A különbség a kettőnk között az, hogy tőlem senki nem fog, engem senki nem fog utánozni, ugye, hogy bőtöl szombaton. Téged még lehet, hogy valaki utánozni fog, ami azt jelenti, nem elég, hogy te szombat szegő vagy, lehet, hogy még mások is fogja kezdeni szegni a szombatot. Tényleg milyen, hogy lehet böjteni szombaton? Az egy jó kérdés, lehet, hogy csak cádikaknak való, mert elvileg szombaton a kötelező három étkezés, péntek este, szombat délben és szombat délután. A 10 parancsolatban említve van az a híres parancsolat, kabét et a vihaveti mecha, tiszteld apádat és anyádat. És történet úgy szól, hogy a Yid HaKodes, ezt már említettem korábban, volt egy híres haszid mester Lengyelországban, akit nevezek a Yid HaKodes, vagyis lefordítva a Szent Zsidó. Mi volt a neve? A neve Reb Jákob Yitzchak volt. De mindenki úgy nevezte, de Yid HaKodes, de helyleg a Szent Zsidó. És ő neki volt egy tanítványa, akivel minden nap tanult Gemoret, Talmudot. És volt ott egy fiú, aki egy nagyon kitűnő tanuló, Psiszchából, ugye, mert ott lakott a Yid HaKodes, és
ő egy árva gyerek volt, apja már nem él, csak az anyja, és ő ott tanult a többi, többi fiúkkal együtt a Jidakodisnál. Igen ám, de azt mert tudtak, hogy valamikor a Rebbe képes itt megakadni. Tanulás közben azt mondja, hogy valami mély probléma előjön, és azt próbálja a fejében feldolgozni, és eltarthat az simán egy fél óra. Erre, és a fiú nagyon-nagyon éhes volt, és erre úgy gondolt, hogy miközben a Rebbe itt gondolkodik, próbálja feldolgozni ezt a kemény, nehéz tételit a Talmudból, hogy gyorsan fog hazamenni, nem lakott túl messze onnan, mert valamit akar enni. És gyorsan vissza fog jönni. Jó, gyorsan hazament, evett valamit, kimegy a házból, és már szeretne vissza sietve visszamenni. Anyukája szól neki az ablakból, mondjuk a neve Moise. Moise, drágám, hozd le a tetőről egy szalmát. Hát nem volt kedve, mert nem akart lemaradni a tanulásról, és már majdnem lemondta az anyukáját. És egyszer csak eszébe jutott az egész tanulásnak az a célja, hogy tudjak teljesíteni a micvákat. És most van egy micva, anyukámnak segíteni, és most le fogom mondani. Erre nem gyorsan visszafordult, felment a tetőre, lehozta a szalmát, és gyorsan visszasietett a tanházban, a Beis Medresben. Visszajön, és pont akkor a Hidakod is kinyitja a szemét, azt mondja, ó, azt mondja, te, milyen micva csináltam most? Erre elmondta neki, hát figyelj, hazamentem valamit enni, és anyukám kért valamit, is csináltam. Azt mondja, milyen jó, és honnan tudom én? Mert nekem volt egy nagyon-nagyon nagy kérdésem, kinek a mondása kapcsán Abáé. Egyik híres talmudi mester az Abáé. És által nagyon sokszor van Abáé és Ráva között van egy vita. Abáé egy valamit mond, Ráva másik valamit mond. Most azt kell tudni Abájéről, ugye az Abáé nagyon szokatlan név. Ráva, ez azt jelenti, hogy nagy. Azt jelenti, hogy ez egy megtiszteltetés az embernek, ez egy ilyen becezése, hogy a nagy ember. De Abáé ez egy nagyon szokatlan név. Valójában mit jelent Abáé? Az van írva, hogy Abáé az egy árva gyerek volt. Nagyon fiatal gyerek volt, és meghalt az anyukája. És aztán egy ilyen anyukája, az apja újra házasodott, és érdekes módon nagyon jó kapcsolata volt a nevelő anyjával, és nagyon sokszor idéz mindenféle dolgokat, amit az anyja mondott neki. És az anyja szerinti a nevelő anyja. Most innen jön a neve Abáé, mert Abáé az négy betűből áll. Alef, Bét, Júd, Júd. És erre az van írva, hogy valójában ez egy rövidítés. Ez egy bibliai mondásnak ad a fele. Asher bechá Jeruham jatom. Ahogy benned ez a jó Istenben talál vigasztalás, szeretet az árva. És mivel a bája az egy árva gyerek volt, ez lett a neve. Most mindenki, aki teljesíti, aki teljesíti ezt a nagy micvát, a szülőknek a tisztelete, akkor a bája kíséri őt. Most, amikor te bejöttél, veled jött a bája. És mivel itt voltál a bája, akkor a bája már gyorsan elmagyarázta nekem, hogy hogy kell értelmezni azt, amit én mondod a Talmudban. Azt mondjuk, óriási segítség, hogy te közben csináltad ezt a nagy micvát, és idehoztál a bájét magadra. A Mezsibuzsi Rabbi Baruch, Mezsibuzs, az a város, ahol a Baal Shem Tov, a haszidizmusnak az alapítója,
ő ott lakott Mezsibusban, az élet vége, ott hunyt el, és ott van eltemetve. Neki az unokája, lehet a dédunokája, volt a Rabbi Baruch, a Mezsibuzsi Rabbi Baruch. És ő egy nagyon-nagyon különleges haszid mester volt, nem mindig lehetett érteni, a mit mond, mi a célja, és óvatos kellett lenni. Egyszer, péntek este, és azt kell tudni, hogy a haszidoknál, Lubavicson kívül van egy olyan dolog, az a neve a tis. Tis szó szerint azt jelenti, hogy asztal. Mit jelent a tis? A tis azt jelenti, hogy a rebbe a péntek esti étkezése, ugyanígy a szombat délben, ugyanígy a salasíde, ez nem otthon csinálja a családjával, hanem a zsinagógában és a közösség részt vesz, úgy vesz részt, nem ott esznek, de mindenki hazamegy, megtartja otthon a szombati étkezés, a szídet, aztán visszajön a zsinagógában, és később a rebbe egy-két órával később kezdi, visszajönnek, együtt énekelnek, és akkor van siráim, siráim azt jelenti, hogy a cádik ezt, nem eszi meg az egész ételt, ami megmaradt, akkor vesznek belőle kicsit, és utána a cádik még mindig az étkezés vége, mondott vár tajret. Ezen a péntek este Rabbi Baruch azt mondja, ki tud valami jó zaftas pletkát mondani a Berdicsefi rebéről. Aki most tud jó, ilyet mit mondani, akkor megígérem neki túlvilági üdvösség, nagy jutalom. Volt ott egy haszidó közötted fiatal ember, aki nagyon-nagyon kedve volt gyorsan oda menni a cádikhoz, Rabbi Baruchhoz is valami zaftos történetet elmondani, mert ugye a cádik megígérte neki, hogy lesz nagy jutalom. De a haszidik azt mondta, hogy vigyázz, mert ugye ez nem értettő. A Rabbi Baruch szeretne hallani lasona rá a pletkat, inkább tarts magad a távol, ez jobb lesz. Jó, akkor nem mondod semmit. Másnap a reggeli ima után délben megint van egy tis, és egyszerűen ebben megszól, hogy ki tud valami zaftas történetet mondani a Berdicsefi rabbi csúnyaságairól. És ez a fiatal ember megint kedve volt mondani, és a többi haszid azt mondta, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. Jó, elfogadta. És a sídesznál a harmadik étkezésnél, ugye a délutáni ima, a mincha után, megint a tisben azt mondja a rebbe, ki tud valami jó csúnya történetet mondani a Berdicsefi rebből. És most már nagyon sajnálta, ez a fiatal ember nagyon sajnálta, hogy ilyen jutalom vár rá, és ő nem mond, és ő nem él vele. Gyorsan oda ment a rebbe, azt mondja, tudok valamit mondani. Azt mondja, gyere ide, mondjál, mit tudsz te mondani a Berdicsefi rebbenak a csúnya dolgairól. Azt mondja, képzeld el, én egyszer utaztam piacra Berdicsevben. És erre gondoltam, hogy ha már Berdicsevben vagyok, akkor elmennék megnézni oda Berdicsefi rebbe, hogy imádkozik, mert azt mondtak, hogy ő nagyon-nagyon különlegesen imádkozik. Egy nagy tűz ég benne, amikor ő imádkozik. Jó, és én is akartam ezt látni, oda mentem, de nem akartam zavarni az imában, akkor én az ajtón kívül nem mentem be, hanem kintről figyeltem, hogy imádkozik. És épp a reggeli imában volt, és azon a részen van, ami a Istabach után, és Istabach után van ez a Borchu, a Kadés és Borchu, utána van egy kis rész, ahol szó van az angyalakról. Úgy ez egy felkészülés a Smára, aljad Izraelről, hogy ugye az ima első részében beszélünk a teremtésről,
hogy milyen sokfajta teremtés van, stb. Aztán a második részben beszélünk az angyalakról, és a harmadik rész pedig a Sema. És az első két rész az egy felkészülés a Semáról. Miután az ember meditál egy kicsit, ugye mondja a szöveget, és közben gondolkodik, hogy milyen különleges világot teremtett az Isten, és milyen különlegesen sok és különlegesen az angyalak, akkor utána sokkal inkább ilyen kedvel mondja el a Semát. No, ennél a résznél tart a Rebbe, és egyszer csak a Rebbe ilyen folytatja az imát, és valahogy mérgesen mondja. Érezhető benne, hogy mérges, és egyszer csak megszakítja az imát, kinyitja az ajtót, és azt mondja, és mit fog a Malach Michael mondani, mit fog a Malach Gabriel mondani, mit fog a Michael angyal mondani, és mit fog Gabriel angyal mondani. És visszament a helyére. Hát, ez normális. Mondja ez a fiatal ember a Rabbi Baruchnak, ez normális. Ima közben megszakítani, szabad-e megszakítani ima közben, és mit mond, hogy mit fog a Mihály és a Gabriel angyal mondani? Ez nagyon furcsa, ez nagyon furcsa viselkedés. A Rabbi Baruch halkan végig figyeli a történetet, és amikor befejezi a történetet, azt mondja neki Rabbi Baruch, elmondom neked. Ki nem tudja, de Berdicsevi rabbi, ő a zsidó népnak a védője. Ő vállalta mindig az égiekkel szemben, akik talán rosszat mondanak a zsidókról, ő mindig a védőként lépett fel. Most, amikor szó van az imában az angyalakról, akkor az angyalak lépnek az Isten felé jókat mondani a zsidókra. Természetesen ez pont az, amikor Reb Lévi Yitzchak, a Berdicsevi rabbi szintén részt vesz, mert ő is egy védője a zsidóknak. Igen ám, mondja a Rabbi Baruch, ezért odafordult hozzád a Reb Lévi Yitzchak, a Berdicsevi, azt mondta, te most mit fognak mondani a két angyal, amikor valaki ül az miután te csináltál, amit csináltál tegnap a szállodában, mit fog most mondani mit fognak mondani az angyalok? Miről van szó? Azt mondja, te egy ezüst kanalat betetted a zsebedbe. Lopás. Most. Valamikor a lopást nem elfogadni lehet, lehet legalább megérteni a körülményeket, az illető nagyon szegény, látod valamit, nem tudod ellenállni a csábításnak, és ezért lopott. De te, egy gazdag zsidó vagy, fiatal vagy, és gazdag vagy, miért loptál? Mit fog most a Gabriel angyal és Mihály angyal mondani az Istennek, jókat a zsidókról, míg közben valaki lop, akinek mindene van, és mégis lopod, legyenek itt még többen. Amikor ez a fiatal ember hallotta, elismerte, de történt pontosan úgy szólt, ugye, hogy az előzmények tényleg így voltak, és kérte a Rebétől, hogy bocsássa meg neki, nem bocsássa meg, ez a rossz kifejezés, mert a Rabbi Baruch nem tud megbocsátani, valaki vétkezik. Hogy szeretne megtérni, és a Rebbe segítsen neki, mutassa neki meg az utat. Erre azt mondja neki Rabbi Baruch, itt nem lehet, semmi nem fog segíteni, csak egy dolog. Utazol Berdicsevbe, bemész a Rebbehez, és kérsz bocsánatot tőle. Szóval megint azt látjuk, hogy a Rabbi Baruch nem akart rosszat hallani a Berdicseféről való, azt akart, hogy ez a fiatal ember mondjon el a történetet, hogy tudjan őt úgyba igazítani őt. Történt egyszer, volt egy haszid, Rabbi Zelig, aki Sranckból jött.
Az ő mestere az a szent Rabbi Shmuel, a Karovi Rebbe. Karov. És nem, igen. Ő mesélte ezt a történetet, hogy egyszer jött a Rebbéhez egy gazdag haszidja. És ő épp vett magának egy új drága étkészlet otthon szombatra és ünnepnapokra, és akkor már vett egyet, akkor vett még egy étkészletet is azt a Rebbének. Az elején gondolta tényleg, hogy a második étkészletet a Rebbének fogja adni, a végén meggondolta magát, és azt mondta, inkább a Rebbé ellen fogok rakni mind a kettőt, és azt fogom mondani, ez egy szombati étkészlet a Rebbének a szombat tiszteletére, és a Rebbé döntsen el, hogy melyiket akar. Kirakta az asztalra, a Rebbe ránézett, és azt választotta, amit ez a gazdag haszid eleve úgy tervezte. És az illető csodálkozott, hogy tudta a Rebbe, melyiket eredetileg szándékozta adni a Rebbének. Mert azt mondja a Rebbe, figyelj ide, elmondom neked, ez nem volt, itt nem, nincs szó semmiféle proféciáról, semmiféle Ruach HaKodesh, ami Ruach HaKodesh, ugye ez az egy ilyen, a proféciának egy valamivel alacsonyabb szintje, de az is egy ilyen proféciaféle. Nem erről van szó. Elmondom neked, miről van szó. Egyszer volt a történet velem és a testvéremmel. Az én testvérem egy nagy rabbi volt, nem volt haszid. És azt kérte, hogy meghívott engem a lányának az esküvőjére, a vőlegén, az egy nagyon, nagyon gazdag zsidónak a fia volt. Eljöttem az esküvőre, akkor a testvérem megmutatta nekem, nézd csak meg, milyen ruhákat készítették az esküvőre. Megmutatja az elsőt, másodikat, harmadik, és egyszer csak egy gyönyörű, szép esküvői ruha a mennyasszonynak. Húúúú, mikor ezt láttam, mondom, jaj, 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 büdös, büdös, jaj, jaj, büdös, büdös. A testvérem rám nézett, azt mondta, ez büdös? Tudod, milyen különleges ruha ez? Munka ez? Ez egy művészi munka. Mondta, de büdös, de büdös. Hát, azt mondta, szóljál, jöjjön ide a vőlegének az apja. Eljön, kérdeztem tőle, mondd, honnan származik ez a ruha? Erre kidőlt, hogy ezt a ruhát kapta ajándékban az egyik poricztól, az egyik földes úrtól, mert segített neki kijátszani egy másik zsidót, és a másik zsidó veszített 10 000 rubelt, ez a földes úr nyert 10 000 rubelt, és hálából megadta neki ezt a ruhát. Azt mondta, olyan ruha ez, büdös. Én megszoktam, hogy olyasmi, amiben a legkisebb lopás, vagy ilyesmi van benne, az távol van tőlem. Ilyen embertől, mikor lát egy ilyen ruhát, amiben egy másik zsidónak a 10 000 rubel hiánya van emiatt, az büdös nekem. Ez már azt mondom, ugyanez itt. Mivel ezt szándékoztál adni nekem, ha én kiválogatom a másikat, akkor valami pici kis lopás van benne. Hiába ezt te kínálod nekem, de még egy pici kis lopás, ez nem megy nekem. Én úgy szoktam meg, és nekem ez egy teljesen természetes, hogy amiben a legkisebb 100% árnyéka a lopásnak van, az nem jöhet hozzá. Van egy híres haszid mester,
az a neve Rabbi Zusa, az Anipali Rabbi Zusa. Egy nagyon-nagyon különleges alak. Nem régen meséltem róla a történetet a napi tanításban, hogy ő hiába szegény volt, és mindenen nem tudta, hogy az Isten képes rosszat is adni az embernek. Ő nagyon különleges volt. Mindig nem azt a történet szeretnénk ismételni, hanem egy másik történet. De egyszer eljön a Niklasburgi Rabbi Schmelke, említettem őt már ma, a mai órán, és azt mondja, Rebbe, tanítson engem Tórára. Ugye nagyon szerén volt, taníts engem Tórára. Azt mondja Rebbe Schmelke, rendben van, de egy feltétel van ennek. Én tanítok téged Gomorra Talmudot, cserében te taníts engem Kabbalat, ugye a zsidó misztikát. Azt mondta, rendben van, annál is inkább mondja, mert Zusa egy nagy amórec, egy tudatlan, és azt kérem, hogy a tanít engem Talmudat, akkor nagyon szépen tájicsoljon. Tájics, ez egy szép jiddis szó, ami azt jelenti, fordítson jiddisre. Tájicsoljon nekem. És azt kérem, hogy tájicsoljon nekem mindent, hogy én értsek, mert én egy tudatlan amórec vagyok. Azt mondta, rendben van. Leülnek, kezdenek a Talmud legelejétől. Hogy kezdődik a Talmudnak az első traktátus, az első lapja, ott szó van a smá, az esti smának, az esti smáról. Ugye minden reggel, minden este el kell mondani a smát. És a Talmud azt a kérdést teszi fel, mely éjmatáj, korinet smá bádi. Mely éjmatáj azt jelenti, mikortól kezdve, milyen időponttól kezdve lehet már olvasni az esti smát, és a válasz az, csillagok feljöveteletől már lehet olvasni smát, korábban nem igazán. Mely éjmatáj, tájcsolta Rabbi Schmelke, mely éjmatáj, mikortól kezdve. Zusa gondolkodik, és azt mondja, honnan tudja a rabbi, hogy mely éjmatáj azt jelenti, mikortól kezdve? Talán mely éjmatáj azt jelenti félelemből. Mikor, hogy félelemből kell olvasni a smát. Azt jelenti, az embernek először kell, hogy legyen egy mély Isten félelem a szívében, és utána olvasson a smát. Mi éma táj, mert oda szólt éma, az félelem, és itt ebben az összefüggés az Isten félelem. Akkor honnan tudja a rabbi, mert éma táj, ez azt jelenti, mikortól kezdve. Erre észrevette Rabbi Schmelke, hogy Rabbi Zusának nem kell tanárja, őt nagyon jól tud tanulni, csak szeretne úgy tanulni, ugye egy kis haszid magyarázattal, egy kicsit mélyebb értelem, azt mondja, ha ez így van, tanuljál csak egyedül. Én nekem nem kell tanítani téged. Jött egyszer egy rabbi a Stretini Rabbi Abrahamhoz. Azt mondja a rabbi Abrahamnak, hogy ilyen jiddis röbavrom, azt mondja röbavrom, azt hallom, hogy maga mindenféle szgulákat ad embereknek, mindenféle dolgok. Egy szgula, ez azt jelenti, hogy olyan dolgok, ha így csinálsz, akkor el fogod tudni érni ezt, ha így csinálsz, ilyen összefüggéseket, hogy mit lehet csinálni, annak érdekel az embernek, itt legyen szerencséje, ott legyen szerencséje, ez jobban menjen, az egészség, vagy ez, vagy az, ez szgula. Erre azt kérdezem, milyen szgula tud nekem mondani a Jirat Shamayimra, hogy legyen nekem meg egy igazi Isten félelem. Azt mondja Rebbe, hát, Jirat Shamayimnak, annak nincs nekem jó szgulam, de a Ahavat Shamayim, Isten félelemre nem tudok mondani semmit, de Isten szeretetére arra tudok mondani egy jó tippet. Azt mondja Rabbi úr, hát, Isten szeretette az egy magasabb szint, mint Isten félelme. Arra mindenképpen kíváncsi vagyok rá. Erre azt mondja, hogy nagyon egyszerű ez az gula. Ha szeretni fogsz igazán minden zsidót, ez vezetni fog, arra szeretni fogsz az Istent. Mert a zsidó nép és az Isten ott nagyon jó a kapcsolat, és ha szeretsz, nagyon szeretsz minden zsidót, akkor szeretni fogsz az Istent is.
A smában azt olvasunk, Váhaftad és emelek ehhez a halle vavha, szeresd az örökkévaló Istened teljes szíveddel. Itt fordítanak, teljes szíveddel. Valójában Rási azt mondja, Bechol levavcha, az ilyen meg van duplázva a bét, levavcha. Inkább azt kell volna írni, Bechol libcha a szíveddel, és nem Bechol levavcha, mint a két szíve lenne az embernek. Erre azt mondja Rási, idézi ezt a Talmudból, az embernek, mintha lenne két szíve benne, van a Jécer Tov és a Jécer Ará, a jó ösztön és a rossz ösztön. És szeretni kell az Istent, mind a két ösztönet. A Jécer Tovval és a Jécer Arával is. Erre van egy ilyen történet, hogy a Ruzsini Rebbe azt mondja a fiának, ugye a bár micva előtti napon. A bár micva előtti napon azt mondja a fiának, ugye azt kell tudni, hogy az van írva, de Jécer Tov, jó ösztön, az nem születése van az ember, az, van meg az embernek, hanem bár micvajától, vagy bat micvajától lányoknak. A Jécer Ará elvileg az már születéstől kezdve. Sőt, a Talmud azt mondja, hogy lehet, hogy még születés előtt már van az embernek rossz ösztöne, és erre bizonyíték azt mondja a Talmud, azt látjuk, hogy a gyerek még születése előtt anya méhében rugdos. Hát ez csak arra mutat, hogy neki van rossz ösztöne, rugdos. Mindenképpen azt mondja a Ruzsini Rebbe a fiának, figyelj, bármit előtti napon, holnap jön egy nagy vendég, és készülj el fel, hogy fogadni ezt a vendéget, hogy a vendég veled maradjon életen át. Azt mondja a fiú, a bármicve fiú, apu, tudom nagyon jól ki ez a nagy vendég, a Jécer Tov, de én már nagyon készültem rá. De nem most, van régebben. Amikor hazám érkezett először, a Jécer rá a rossz ösztön, mondom neki, várjál, várjál, társak vagytok, nem? Ketten vagytok, rossz ösztön és jó ösztön. Jécer Tov, Jécer rá. Akkor miért te jössz te egyedül a társad előtt? Várd meg, jöjjetek csak egyszer. Egyszerre jöjjetek. Azt én már akkor készültem, és nem engedtem be magamban a rossz ösztön. Igen, ezért lett a Ruzsini Rebbenek a fia szintén egy nagy mester. Látom, itt a Miriam feltette a kérdést, de az ezüst kanalat nem kellett visszavinnie. Természetesen vissza kellett vinni, de pluszban azon kívül vissza kellett vinni az ezüst kanalat, ezen kívül még kellett bocsánatot kérni a Berdicsefi Rebéről, mert rosszat mesélt róla. Egyszer jött a Cemach Cedekhez, a harmadik Lubavitchi Rebéhez, Rabbi Menachem Mendel volt a neve, az első Rabbi Menachem Mendel, mert a hetedik Rebbe, a mi Rebbink, szintén Rabbi Menachem Mendel volt, és természetesen az ő nevet viselt. Tehát érdekes dolgot mesélek. A mi Rebbink, a hetedik Rebbenek a neve volt Menachem Mendel, és a feleségenek a neve az Chaya Muska volt. Ki után kapta meg a Rebbe az ő nevét Menachem Mendel? A harmadik Lubavitchi Rebbéről, a Cemach Cedekről, aki Menachem Mendel volt. Ki után kapta meg a Rebecen, a Rebenek a felesége a Chaya Muska nevet, a Cemach Cedeknek a felesége után. Vagyis a Rebbe és a Rebecen ugyanazt a nevet viseltek, mint a Cemach Cedek és az ő Rebecenje és az ő feleségével. És az ő felesége. Mindenképpen jön egy haszid, és egy ilyen egyszerű haszid, és a Cemach Cedek Rebbe nagyon foglalkozik vele. Állandóan figyel rá, foglalkozik vele.
a későbbi negyedik Lubavitcher Rebbe Rabbi Shmuel, ő a Cemaszeknek a legkisebb fia volt, feltűnt neki, hogy a Rebbe foglalkozik vele, és kezdett utána nézni, mi olyan különleges, ebben, ebben a hászívban. Nem látott benne semmi különlegest. De nem csak az, hanem utána még kérdezett hászidoknál, másokat is kérdezett, hogy mi van ebben, mi ismertek őt? Igen, semmi különleges. És a Rebbe, az apja még foglalkozik vele, még többet. Egy másodperc elnézés. És a Rebbe foglalkozik vele, a vége megkérdezi az apját, mond, apu, mi olyan különleges ebben a hasidban? Erre azt mondja neki az apja, figyel, ez a hasid nagyon sokat szenved az életében, rossz sorsa van. De, ahogy a Talmud azt a kifejezést használ, az Isten ad az embernek fájdalmat, szenvedést, azt el kell fogadni, lekabulébe szimha, azt örömmel kell fogadni. Ez a haszid olyan természetesen, és olyan örömmel, teljes szívvel fogadja azokat a bal szerencséje, és a fájdalmai, és a bajai, hogy különleg. És azt is kell tudni, hogy egyáltalán nem egy egyszerű haszid, nagyon sokat tanult tórát, minden, de szerény ember, és az emberek nem veszik észre. Ezért figyelek rá annyira. És itt az ideje, hogy fordulja meg a sorsa jóra. Változza meg a sorsa jóra. Azt, a történet úgy szól, hogy később, ezután 3 éven keresztül nem jött ez a Hasid Lubavitchba, mert nem tudott jönni, és amikor legközelebb eljött, akkor már 10 hasidnak a költség, 10 hasidot hozott magával, és ő fizette ennek a költséget, mert tényleg jóra fordult, minden egészséges lett, minden baja megoldott, és még nagy szerencsé is volt az üzleti életben. Az előző Lubavitcher Rebbe mesélte a történetet, hogy 1890-ben akkor én gyerek voltam, és Lubavitchban, 1890, ugye ez a 6. Lubavitcher Rebbe volt, Rabbi Yosef Yitzchak, és a Pészákra kaptam új ruhát és új csizmát. A rend úgy volt, hogy reggel van reggeli ima, aztán ugye utolsó takarítások, elégetnek a homécot, utána megyünk mikvében, és utána van a macesz sütés, és utána figyeljünk, utána volt egy olyan feladat, hogy kinyitni a bort. Miért kell kinyitni a bort? Mert a bor szállításkor le van pecsételve. Le van pecsételve úgy, hogy ne, egy jellel, hogy ha valaki kinyitja, akkor már nem fogja tudni újra úgy visszazárni, és ez biztosítja a kóserságot. És akkor ez egy nagy munka volt pakolni a bort, ugye el lehet képzelni, mert Szedinknek volt egy nagy családja, bort pakolni kellett, kinyitni, mert ünnep alatt nem szabad kinyitni úgy, hogy az ember a betűket áttépi, mert az olyan, mint a radírozott volna az írás. Szombaton nem szabad se írni, se radírozni. Az apám észrevette, hogy én nagyon ilyen óvatos vagyok, mert akartam megtartani, hogy nem tudok odafigyelni a munkára, a felkészülésre, a Pesachra és a Széderre, mert nehogy a ruhám
nem olyan új lesz, és a cipőm már nem lesz olyan fényes. Erre azt mondja nekem az apám, figyel, az Alter Rebbe-nek épp az Alter Rebbe-nek van egy szidúrja, egy imakönyve, az imakönyv, az ima szövegen kívül, a könyvnek a nagyobb része, az pedig haszid magyarázatok az ima kapcsán. És ott épp a Pesachnál az Alter Rebbe arról beszél, az embernek kell, hogy legyen prioritásokat. A prioritások az életben meg kell, hogy legyen a helyes sorrend. És az Alter Rebbe erre azt mondja, mi ez hasonlít? Az hasonlít, hogy ott ül egy nagyon gazdag ember egy terített asztalra, a legfinomabb ételek és minden van ott, és az asztal alatt ott van egy kutya, és rágja a csontakat. Ugye, mert a húst megették, maradt csont, akkor oda dobtak ezt a kutyának. Elképzelhető, hogy ez a gazdag ember, ő is az asztal alá fog menni, és akar rágni a csontot. Természetesen nem, még akkor is, lehet, hogy szereti a csontot, de akkor is az embernek tudni kell, mi fontos, mikor mit csinálni. A prioritásokat rendezni kell. Ezt mondta nekem az apámnak, az apám is. Ne felejtsünk el, mindig tudni kell, hogy hol van a csont a kutya és a csontjával, és hol van az ember a finom ételed. És az embernek mindig ott kell, hogy legyen, ahol a finom étel van, és nem attól rágják a csontot. Azt mondta Rebbe, ez nevelés volt. Ez egy életre szóló tanítás volt, hogy prioritásra. Előbb említette már a Berdicsefi rabbit, Reb Lévi Yitzhak. Ő eljött egyszer a Niklasburi Rebbi Smelkhez, azt is már, őt is már említette ma este. Bejön a imára, de ahelyett, hogy ment volna egyenesen a zsinagógában, és már fel volt öltözve Talisszal és Tfilinnel, erre bemegy a konyhában. És oda megy a szakácsnő, és azt mondja, és mit főztek mára? Mi lesz reggelire? Milyen ételre? És még kérdés, milyen lesz, és hogy lesz főzve, hogy lesz sütve? Miből készül? Mindenféleket. Nem értették. Ki ez a zsidó, aki ahelyett menne imádkozni, bemegy a konyhában a szakácsnővel, itt beszélgetni ilyen semmi mondó dolgokról. Jó? Erre mindenki úgy gondolta, hogy ez a Lévi Yitzchak, ez valami egy nagyon-nagyon egyszerű idézőjelben paraszt zsidó, aki még Talisz és Filinen inkább bemegy a szakácsnővel beszélgetni. Jó? Bejön a zsinagógában, ott épp a zsinagógában volt egy nagyon egyszerű zsidó. Lévi Yitzchak mellette ül le, és kezdenek beszélgetni mindenféle dolgokról. Most ekkor az előimádkozó volt, a Niklasburgi Rebbi Smelkhe, ő volt az előimádkozó, hátul pedig Lévi Yitzchak ül, imának egy részen, az elején, beszélget ezzel az egyszerű zsidóval, semmi mondott dolgokról. Mindenki nagyon jól tudta, Rebbi Smelkhe nagyon figyel arra, hogy ne legyen smúzolás a ima közben. És zavartad, de Yitzchakot beszélget. És akkor valaki szólt neki, hogy ne beszélgessen. Ő tovább beszélt. És oda még szigorúan oda szólt neki. Ima után a Rebbe, amikor meglátta Lévi Yitzchakot, oda hívta magához, és. Mert tudta, milyen különleges ember az Lévi Yitzchak. És az emberek csodálkoztak. Olyan embert megtisztel, aki még minimális viselkedési normát nem tudja, hogy a zsidó, amikor jön
zsinagógában már rajta van a tálic és a tvilén, a szakácsnővel beszélget az ételről. És utána beszélget, ott az ima elején még beszélget egy kicsit a zsinagógában, nem értik. Azt mondja, és Melke, figyel, a Talmud azt mondja, hogy milyen különleges volt Ráv. Ráv, ugye az rabbi, a neve volt Abba Ariha, a hosszú Abba, vagy a magas Abba. És azt mondja a Talmud a Rávról, olyan különleges, hogy soha nem beszélt fölösleges beszédet. Egyébként tegnap épp készítettem ugye a Maimonides projektünkben egy nap egy fejezetet, készítettem egy következő fejezetet, és pont ez az idézet volt benne. Felmerül a kérdés. Az összes többi bölcs, az beszélt fölösleges szavakat, fölösleges beszéd, miért van kiemelve rá, vagy rá nem beszélt fölöslegesen? A válasz erre az, hogy kétféleképpen lehet nem beszélni. A többi bölcs úgy nem beszélt fölösleges beszédet, hogy csendben volt, hallgatott, amikor nem volt valami nagyon fontos, vagy a Maimonides mondja, valami létfontosság. Ráv pedig, ő állandóan beszélt, csak beszélt közben minden dolog, amit mondott, arra a fejében mély kabbalisztikus összefüggéseket beszélt. Ezt jelenti, hogy Ráv, hogy nem beszélt fölösleges, mert ő sokat beszélt, csak soha nem volt üres beszéd, minden egyes dolog, amit mondott, az össze volt, sok nagyon-nagyon mély dolgokra utalt. Ilyen a Röblédi Icchak. Amikor ő bemegy a konyhában és beszél a szakácsnővel, az nem fölösleges. A szakácsnő talán azt hiszi, hogy ez fölösleges beszéd, de a fejében ezt össze van kapcsolva anni mindennel, ilyen kabbalisztikus dolgokat, ez nem volt fölösleges. Ön így az imában. Engem egyáltalán nem zavart, mikor ő beszélgetett, mert olyan különleges volt az a beszéd. Jó. Köszönöm a figyelmet. Ugye holnap este bőjt nap van, a Tisza B'Av estétől estig. A bőjt kezdődik 8 óra 21-kor talán. 8 óra 21-kor. És az tart másnap estig 9 óra 9. Hogy van az? 9 óra előtt 4 perccel tart a holnapi bőjt. A zsinagóga nyitva van, hál' Istennek kint vagyunk az udvarban, nem veszélyes, el lehet jönni. Holnap este 3:45-9-kor jöjjetek el a zsinagógában. Nem lehet bőrcipőt hozni, mert Tisza-b'Av akkor nem járunk bőrcipővel. És akkor elmondok az esti imát, aztán a Jeremiás síralmait elmondjuk. Másnap reggel, csütörtökön reggel, egyetlen nap az évben, amikor se tálit, se tfilin nem veszünk fel. 9-kor fogunk kezdeni a szokásos 8 óra helyet. Holnap este megtartjuk a kérdezd a rabbit, de csak 7-től fél 8-ig, mert utána kell valamit enni a bőt előtt. Ha lehet, akkor próbáljunk holnap koncentrálni a kérdéseket, olyan Tisza B'Av témák, gyász témák, ilyen témák.